Köszöntöm a kedves nézőinket, ez a Mandiner Presszó, a Mandiner minden héten jelentkező közéleti vita műsora. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést és bemutatnám meghívott vendégeinket, kérem iratkozzanak fel a Mandiner YouTube csatornájára, és ha tehetik, fizessenek elő heti lapunkra. És akkor fordulok meghívott vendégeimhez, Gajdi Csottóhoz, a MediaWorks főszerkesztőjéhez. Jó napot kívánok! És Dévényi Istvánhoz, a Magyar Hang újságírójához. Üdvözletem! Azonnal be is csapunk a lecsóba, hiszen Magyar Péterről kijött egy hangfelvétel, ami minden sajtótermékhez eljutott, ahol hát eléggé érdekes és súlyos mondatok hangzottak el, főként a választópolgárokra, hogy itt Magyar Péter azzal illette a választópolgárokat a felvétel szerint, és a minden igaz Magyar Péter beszél ezeken a felvételeken, hogy a választók büdösek, illetve hogy van neki ilyen nyugdíjas kommandója is, akit rá tud küldeni bárkire. Ottót erre mit gondolsz? Ha tartalmát kell tekintenem, akkor jó, hogyha mindenki tudja, hogy mikor van bekapcsolva a mikrofon. És bekapcsolt mikrofonnál ilyeneket nem mondunk, még akkor sem, hogyha ilyeneket gondolunk. Bár az is elég szomorú, ha valaki ilyeneket gondol a választópolgárokról. Ugyanakkor engem az egésznek a körülményei dermesztenek és borzasztanak el. Én nem hittem, hogy még meg fogok élni ilyet. Annak idején fiatal koromban nagyon szerettük az Európa Kiadónak azt a szövegét, hogy a magunk módján mi is figyeltetünk, aki előttetek áll, az a mi emberünk. És most azt látjuk, hogy a mély és elementáris felháborodással áll ki a nyilvánosság elé a lehallgató, hogy őt lehallgatják. És lehallgatják a lehallgató lehallgatóját is. De ez egyszerűen nagy rém, ami itt zajlik a Tisza párt és Magyar Péter körül, úgyhogy én már semmin nem csodálkozom. Egyedül az 1.300.000 honfitársamon csodálkozom, hogy ezen hogy nem látnak át, és mi a csodát tudnak, milyen reményt tudnak ebben a figurában látni, hiszen ha hoz is változást a magyar politikába, azt inkább ne hozta volna. István, milyen reményeket látnak a választók? Hát fogalmam nincs, az őket kell megkérdezni, de én már is örülök, hogy eljöttem, már megértem, mert Ottónak köszönhetően megismerkedtem egy új szinonímával, még soha nem hallottam senkitől, hogy egy barátnőt azt mikrofonnak nevezte volna, mert hogy nem a mikrofon maradt bekapcsolva, hanem Evelyn maradt bekapcsolva, és nem véletlenül, tehát ez a felvétel ez úgy készült, ahogy annak idején készült egyébként a Varga Juditról Magyar Péter felvétele, hogy szándékosan akarta, hogy teljesen egyértelmű a beszélgetésből, már amennyi ebből igaz egyébként, mert itt gondba leszünk, de, azt mondjam, de hogy tehát teljesen egyértelmű abból a beszélgetésből, ami megjelent most több média felületen, hogy egy kicsit ilyen irányított, tehát hogy így ki akarta hozni Magyar Péterből a legrosszabb ényit, ez nagyjából sikerült is, már amennyiben ez a felvétel, ez úgy, ahogy van, valós. És itt bajba leszünk, és nem csak ezzel, hanem innentől kezdve nagyon sok hasonlóval bajban leszünk, mert hogy ugye Magyar Péter arra hivatkozik, hogy itt a mesterséges intelligenciát használták, amit meg lehet csinálni egyébként most már, tehát áll olyan szinten a technika, és az lesz itt a gond, hogy olyan állítások állnak majd egymással szemben, hogy hallunk egy hangfelvételt, és ezt most Magyar Pétertől függetlenül mondom, hallunk egy bármilyen hangfelvételt, bármilyen politikusról, bármilyen közszereplőről, teljesen úgy tűnik majd, hogy ez valódi, és az adott közszereplőnek azt mondja, hogy ezt ő nem mondta, vagy nem így mondta, és nem fogjuk tudni eldönteni, mi az igazság. Azért 5-10 évvel ezelőtt, ha kijött egy hangfelvétel, akkor általában az ült, és azt mondhattuk, hogy ez így, ahogy van, akkor ez bizonyító erejű. Hát most meg kezdünk majd bajba lenni. Ettől függetlenül azzal viszont egyetértek, hogy igen, ez egy kicsit a hóhért akasztják pillanat, mert hogy valóban pont Magyar Pétertől nem annyira cuki, amikor ő zokon vesz, hogy valaki lehallgatta, hiszen ő is ugyanezt tette a volt feleségével. Ugyanakkor meg a Vogue Evelynről is, hát azért milyen bizonyítványt állít ki az, hogy ő gyakorlatilag így járt kelt Magyar Péter mellett a Tisza párt rendezvényein is készítette ezeket a felvételeket, előre készülve arra, hogy majd ő ezzel zsarolni fogja a pártot. De azt se felejtsük el azért vele kapcsolatban, hogy ő nem egy egyszerű barátnő. Tehát ő fő szervezője volt ennek a pártnak Magyar Péterrel együtt,
És ugye benne volt abban a hármasban, hogy Radnai Márk... Innen kezdve még érdekesebb, hogy ha ez volt a szándéka, amit István mond, akkor miért lett ez a szándéka, és miért csinálta ezt az egészet. Tehát még egyszer mondom, számomra én csak hüledezek, én nem hiszek a szememnek. Jaj, bocsánat, és még annyit, hogy a nyugdíjas kommandót említetted, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy neki van egy nyugdíjas kommandója, úgy fogalmazta, akit bárkire ráküldhet, természetesen nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy majd Evelynre ráküldi ezt a nyugdíjas kommandót. Igen, pontosan, de ez egy ilyen vicceskedés volt, ott a szerelmes pár húzakodott. Hát ilyen ehhez szakítás előtti hangulatot értem egyébként már felfedezni ebbe a beszélgetésbe, amikor az ember így viccelődik a barátnőivel, az általában már nem szokott. Igen, csak a magyar politikában van ennek egy rossz konnotációja, hiszen hangzott már el ilyen kijelentés más politikus szájából is. Emlékszünk a Farhát kommandóra, meg az egyebekre. Nem kéne a választópolgárokat vegzálni annak, aki választási győzelmet akar. Otto a mikrofonjának, a barátnőjének mondta ezt, tehát hogy... Hát ezért mondtam. Azért meghallgatnák egy-két beszélgetést a MediaWorks igazgatósági ülésén, főleg utána, tehát hogy azért pontosan tudjuk, hogy az ember, amikor olyan társaság van, akkor elengedi magát is, nem a nyilvánosságban beszél, és ezzel egyébként az égvilágon semmi baj nincs. Egyébként felmenthető, hogyha egy magát professzionális politikusnak mutató ember, mondjuk akár ilyen négy szem közti, vagy a bármilyen kisebb beszélgetésben ennyire elengedi magát? Vagy ez is vász bele. De mi, amit várunk a politikusoktól? Hát amúgy se szentek, hát látjuk, hogy működik a magyar közélet, a Fidesztől kezdve a DK-n át, tulajdonképpen bárkit ide lehet sorolni. Most komolyan azt várjuk tőlük, hogy miközben a mi pénzünkkel minket képviselve úgy viselkednek és olyanokat művelnek, amit, és úgy kommunikálnak, és ez a legkisebb baj, hogy kommunikálnak, hogy még a magánéletükben is legyenek szentek, amikor amúgy se azok. Tehát, hogy nekem ezzel semmi gondom nincs, egyébként meg pláne... Hát Otto nevében most nem fog beszélni, aztán majd ő, hogyha gondolja, akkor megerősíti vagy sem. Azért az ember, amikor interjút készít, vagy elmegy egy-egy műsorba, és akkor a folyosón találkozik politikusokkal, közéleti szereplőkkel, és nyilván ez egy olyan szituáció, amikor nem forognak a kamerák. Jó, mondjuk annak is van egy intézmény, ugye úgy hívják, egy háttérbeszélgetés. Ez nem háttérnek háttér, beszélgetés szó. Az... Amit még szeretnék itt mondani. Háttér őszinteség, inkább azt mondom. És utána tovább szeretnék menni majd, hogy vajon ugye itt az elmúlt hetekben szinte minden héten kijön egy olyan nyilatkozat, hogy na most kidurrant itt a lufi, vagy kidurrant ott a lufi. Hogyan látjátok most, lesznek még vajon olyan hangfelvételek, ahol most már tényleg kidurran a lufi? Ezeknek a folyamatoknak egy a vége mindig, hogy már senki nem hiszel semmit. Magyarországon egyébként is probléma az, hogy hitbéli kérdéssé váltak. Nagyon fontos az emberek számára húsba vágó kérdések politikai megközelítése. Ha mond valamit a kormány, akkor az propaganda. Jön az ellenzék, mondja az ellenkezőjét, az pedig nyilvánvaló a kormánypártiaknak nem éri el még az inger küszöbét sem. Nincs értelmes közéleti vita, nem lehet fontos kérdéseket sem szakmailag, sem politikailag megvitatni, mert mindig csak arról szól a történet, hogy én kinek a dumáját hiszem el, kinek a propagandája számomra az igaz, és kiét utasítom el. Ilyen körülmények között ennek is az lesz a vége, egy darabig még elszórakozunk, egy darabig még hüledezünk, egy darabig még szörnyűködünk, hogy hát milyen emberek ezek, miket mondanak egymásra, miket mondanak ránk, aztán egyszer csak úgy elmúlik az egész, és én mondom, csak egyben reménykedem, hogy egyre több ember látja be azt, amire az István az imént utalt, hogy nem megváltó, nem szent, és semmiféle újdonságot eddig sem hozott, és ezután sem fog hozni a magyar politikában Magyar Péter. Ha ennyit elér, ez a dolog már megérte. István többes számot használt, és az összes politikusra értette, nem csak Magyar Péterre. Nagy részt egyetértek, tehát hogy most ezen gondolkodtam, hogy vajon minek kellene kiderülnie Magyar Péterről ahhoz, hogy a Magyar Péter... Lufi kidúra. Tábora. Hát Lufi, de hát melyik politikus nem az, és melyik, és igazából meg nem az. Tehát, hogy azért ez nem ilyen egyszerű szerintem. De hogy minek kellene kiderülnie, hogy a Tisza pártnak a népszerűsége radikálisan csökkenjen. A B közép az teljesen mindegy, hogy melyik párt körül van. Jó, mondjuk a Párbeszéd körül nincs B közép, mert ő maguk. Na, mindegy, értitek. De hogy...
hogy minek kellene kiderülni ahhoz, hogy a belső körön kívül, akik azért nem annyira, és inkább a politikára jobban figyelnek, nem ragadta magukat annyira sem a politikai kommunikáció, sem a politikus személy adott esetben, és hát nem nagyon tudom, tehát hogy maximum azt tudom elképzelni, hogy a Magyar Péter egy felvételen az arról beszélne, hogy őt valóban Rogán Antal találta ki, és ő küldte, az hogy meg tudná ingatni a Tiszapártot, de ezen kívül látjuk, hogy tulajdonképpen minden ügynek, valósnak, véletnek, kreáltnak nem igazán van hatása, de ez egyébként a Fidesznél is hasonlóan működik nagyon sokszor, tehát hogy én ebben nem látok különbséget. Azért mondom, hogy meglehetősen egyetértünk ebbe. Ez nem jó folyamat egyébként, mert valóban politikáról, közéletről, eszmékről, elvekről, azokról nem is tudom, mikor beszéltünk utoljára, talán már nincsenek is. Hát reméljük azért még vannak. Hajózunk is át a tengeren túlra, hiszen múlt héten megnyerte az elnökválasztás Donald Trump. Mit hozhat ez hazánk számára? Mit hozhat ez a nemzetközi politikai életbe? Otto. De itt viszont nagy reménységekkel vagyok jó magam is, meg az a politikai közösség is, amiben én tartozom. Ugyanis nagyon leegyszerűsítve a problémát, Donald Trump szájából hallottam nagyjából ugyanazokat a mondatokat a világ nagy kérdéseiről szólván, amelyek nekem is fontosak, és magam is szoktam mondani. Ez a háború ellenesség, vagy békepártiság, a migráció, az illegális migráció megállításának akarata, és a gender ellenesség. Ez a három dolog, amelyik számomra rettenetesen fontos, és ebben teljesen azonos elveket vall, és politikai üzeneteket küld szerte a világba Donald Trump. Ebből fakadóan azt várom, hogy ez a balliberális, globalista, woke őrület, ami onnan indulván elárasztotta az egész nyugatot, és próbálja presszionálni még azokat a normális, józan gondolkodású társadalmakat is, amelyek nem engedtek. Legalább egy kérdésben nem engedtek, de mert olyan kevés van, aki mindhármat visszautasította, mint Magyarország, de azért jól látszik, hogy kezd fölnyílni a migráció kérdésében például több európai országnak a szeme. Úgyhogy ebből fakadóan én nagyon örültem, nem gondoltam ilyen arányú győzelemre, arra számítottam, hogy még hetekig, hónapokig, a beiktatásig tulajdonképpen elhúzakodnak, bírósági perek, újraszámlálás, kapitólium elfoglalás, meg amit akartok, és majd nagy nehezen valamelyik bíró kimondja a végső eredményt. Hát ennél sokkal egyértelműbb és sokkal megnyugtatóbb a helyzet. Csütörtökön egy hasonló beszélgetést már úgy tudtam kezdeni, hogy mit szóltok ahhoz, hogy Trump milyen arányban nyert. És ez szerintem így jó az egész világnak, mert hogy valóban, ha csak a háborúról vallott gondolatait vesszük ide Trumpnak, aki rögtön az első beszédében a választások lezajlása után utalt arra, hogy azért nagyon jó, hogy győztünk, mert amikor mi voltunk, nem voltak háborúk. Ezzel egyértelműen utalt arra, hogy most is azt szeretné, hogyha nem lennének, és ha ezért mindent megtesz, azt szerintem jót fog tenni Kínától, Közel-Keleten át Európáig mindenkinek. Érdekes, hogy említetted Kínát, hiszen itt azért elég is sok olyan hang volt hazánkban, baloldali politikusok részéről, illetve elemzők részéről, hogy itt a fő kérdés majd, amiben talán Donald Trump és Orbán Viktor nehezebben tud megállapodni, az Kína kérdés. Hát szerintem nem ezen fognak vitatkozni, de egy kis off-topicot hagyd dobjak be, így szokásom szerint. Azon gondolkodtam, hogy 15-20 évvel ezelőtt hogy ki lettünk volna akadva azon, hogyha egy újságíró azt mondja, hogy is az a politikai tábor, amelyikhez én tartozom. Na most már ez természetes. Én is ki lettem volna akadva, na, de látod, az élet mást hozott. Ez csak úgy a világ folyására. A Kócijánnal egyszer jót vitatkoztam ezen, akkor sértettünk egyet, de most is fönntartom, hogy egyáltalán nem gondolom alacsonyabb rendűnek a kormánypártiságot, mint az ellenzékiséget.
és mivel független újságírót, csak olyat ismerek, aki gyakorlatilag ellenzéki, tehát a kormány megbuktatásáért küzd és abban érdekelt, innen kezdve én bátran vállalom a kormány. De én azt nem azt mondtam, hogy kell bátran vállalni, a másik részében nem értek el, csak hogy régebben ez nem így lett volna. Na, hogy Trump, igen. Régebben, bocsáss meg, nem lehetett egy szinten véleményújságíró és hírújságíró, oly mértékben el kellett különülniük, nem bevédelhettek együtt. Tudom. Ma egy internetes honlapon lazán szövi bele a saját véleményét a dolgokról, és keretezésnek nevezi az újságíró. Már ezen innen kezdve ne is nyissuk ki ezt a topát. Ez majd egy következő beszélgetés, amit már egy szívesen nem folytatnám veletek. Ez egy fontos téma, következő alkalommal. Viszont igen, eléggé belterjesztő kezd lenni az adás. Viszont most Trump. Igen. Hát nagyon benne volt a levegőben a győzelme, tőlem is kérdezték ugye az ATV 5 című műsorában, még a választás előtt, és egyértelműen, hogy Trump. Tehát a Biden jelenség, mert ő a végén már csak jelenségként volt jelen a saját életében is, akkor maga, ahogy azt próbálták cáfolni, ahogy kitalálták, hogy az alelnök asszony legyen, szerintem már megkésve, az ő személyisége se, a demokrata politika, és hát hozzájött az, hogy az amerikai életszínvonal is csökkent. Mindig baromira jobban élnek, mint mi, de hát az teljesen mindegy, hogy hozzánk képest hogy élnek, ha ők ezt úgy élik meg, hogy csökken az életszínvonalok, már pedig ez csökkent, és hát az amerikai gazdasággal valóban vannak problémák, nem olyanok, mint a magyar gazdasággal, de ezek nekik problémák. Tehát, és a bevándorlás, igen, az is egy nagyon fontos téma volt. Tehát, hogy ez benne volt a levegőben. Én arra vagyok kíváncsi, hogy az Orbán Viktor féle nekem furcsa hurrá optimizmusból mennyi fog megvalósulni. Tehát, hogy Orbán Viktort azért én dörzsöltebb politikusnál tartom annál, hogy csak olyan üres lózungokat dobálna bele a levegőbe. Mármint, hogy szokott, de azt kormányprogramnak hívják, de hogy például most, amiket mond Trump győzelmével kapcsolatban, amennyire bízik abban a folyamatokban, ami szerint elindulnak, azt én egy kicsit olyan furcsán nézem, mert nem biztos, hogy a Trumpi protekcionista gazdaságpolitika annyira jó lesz Európának és Magyarországnak. Mondjuk, ha a kínai autókat a mostani 200%-os vámnál is durvábban kezdik el büntetni, akkor az nekünk, mint akkumulátorgyártó kényszer nagyhatalomnak nem fog jót tenni. Tehát, hogy ez egy, a másik a háború vége. Ugye az a várakozás, ami övezi Trump beiktatását, hogy 20-es politikusok beszéltek nyilván, és hogy 24 órán belül békét fog teremteni, ők maga Trump is beszélt erről. Ugye az a beiktatása. De aztán már 48 órát mondott, utána még már nem mondott semmit, mármint, hogy nem mondott konkrét határidőt, de hogy nem tudjuk, hogy lesz-e béke. Azt látjuk most a Trump fiának a üzenetéből, meg ennek a politikusnak, aki elszólta magát, de már le is mondott, úgyhogy mire megjegyeztem volna a nevét, addigra már nem volt értelme megjegyezni, hogy be akarják szüntetni a Ukrajnának pénzügyi támogatását, gyakorlatilag nullára akarják csökkenteni. Ez egészen biztos, hogy elhozza a békét. És milyen békét hoz el ráadásul? Tehát az, hogyha az orosz gőzhenger átrobog Ukrajnán, azt békének fogjuk nevezni? Nem új keletű, hogy Amerika ki akar szállni a saját maga által kiprovokált proxy háború finanszírozásából. Ez már jóval a választások előtt Bidennél is tapasztalható volt. Vagy ha nem is ő nála, de a mögött álló köröknek lett elege abból, hogy számolatlanul kell önteni ebbe a térségbe a pénzt, mert gyakorlatilag egy jó fél éve, amióta nagyszabású ellenoffenzíva, nem úgy sikerrel nem járt, hanem azóta az oroszok még nagyobb területre hatoltak be. Akkor ugyan elhangzott egy külügyminiszteri megnyugtatás, hogy ne aggódjatok, 80-90%-a visszakerül annak a pénznek, amit oda küldünk a mi fegyvergyártóinkhoz és a mi finanszírozó bankárainkhoz. De a dolog lényege mégiscsak az, hogy volt Trumpnak egy kampánybeszéde, ahol én szerintem azt a ígéretet megfogalmazta, ami alapján az amerikai gazdaság, aminek egyébként jót tesz a háború, hiszen senki nem járt jól ezzel a konfliktussal az amerikai gazdaságon kívül, hogy tehát ezeket a fegyvergyártó lobbikat megnyugtassa, és egy olyan ajánlatot tett, ami szerintem háború nélkül is tovább tudja vinni ezt a fajta politikát, ami mondom már Biden idejében elindult. Ez pedig az volt, hogy mivel kiürültek a fegyverraktárak, nem csak az Amerikai Egyesült Államokban, meg a lőszerraktárak, hanem a nyugati világban úgy általában,
Ezért azok feltöltésére ő mindenféleképpen komoly összegeket fog áldozni, hogyha beiktatják, és én szerintem ez adja a legnagyobb reményt arra, hogy a háborút be lehet fejezni, mert addig, ameddig közölte az amerikai, nem tudom milyen tábornok, hogy még, ők még nem, nekik még nem áll érdekében, hogy Ukrajnában befejeződjön a háború, addig bizony az ember rosszul érezte magát, és különösen amikor a NATO vezetői is elkezdtek mindenféle öblös kijelentéseket tenni arra vonatkozóan, hogy hogy kell Oroszországot legyőzni, akkor az emberben úgy összeszorult az összes összeszorulnivaló, mert hogy mindegyik ilyen terv magában hordozta az eszkalációt, magában hordozta a harmadik világháború kitörésének lehetőségét, ne adj Isten az atomháborújét. Tehát ehhez képest az, hogy Trump azt mondja, hogy egy nap alatt, két hónap alatt, vagy egy fél év alatt befejezi a háborút, ez azért mindenféleképpen megmutató. De továbbra se az a kérdés, hogy ez most milyen béke lesz. Mit nevezünk békének? Azt, hogy a orosz, mert tegyük fel, holnap Trump, holnap nem, januárban, amikor beiktatták, akkor azt mondja, hogy pénz csak elzár. Nyugat nem tudom, hogy tudja ennél jobban támogatni Ukrajnát, mint most, és ez nyilvánvalóan kevés. Valószínűleg nem is akarja, tehát nem akar konkrétan katonákat, fegyvereket, bár azt már küldött, de hogy ennél durvábban beavatkozni, nem hiszem, hogy szeretne, mert egyszerűen nem. Az már valóban elvezethetem a harmadik világháborúig, azért nem teljesen hülyék a nyugati politikusok se. Szóval elzárultak a pénzcsapok, kevés a fegyver, nincs ember, nincs lőszer. Akkor mi történik? Az oroszok azt mondják, hogy oké, akkor most már tárgyaljunk a békéről, tehát hirtelen megáll a putyini front, vagy pedig tovább nyomulnak. Egyébként meg alapvetően, ha visszaemlékeztek az elejére a háborúnak, akkor az volt az orosz offenzívának a filozófiája és célkitűzése, hogy nácitlanítani kell Ukrajnát. Az mit jelent? És egyébként, hogyha nem tudom ez mi, de hogyha nácitlanították Ukrajnát, akkor utána ők visszavonulnak és ott hagyják azokat a területeket? Vagy lesz Oroszországnak területi követelése? Azt fogja mondani, hogy amit elfoglaltunk, az a miénk, és az milyen jogon lesz? Tehát, hogy itt azért baromi sok kérdés van, ami a béke ellen szól. Az, hogy elzárják a pénzcsapokat, azt lehet megoldásnak látni, de szerintem csak egy másik szintre, másik formára emelni majd a háborút. Egy másik nézőpontból közelítsük meg ezt a problémát. Miért dörögnek még mindig a fegyverek? Azért, mert a nyugat fegyvert és pénzt küld ahhoz, hogy dörögjenek. Ha nem küld fegyvert és nem küld pénzt... Putyin, az is ott van az egy. De Putyin nem hülye, az is csak akkor lő, hogyha visszalőnek rá. Úgy egyébként minek lődöznek? Ez tényleg úgy kell. Tehát én azt gondolom, hogy egyetlen megoldás van. Nagyon gyorsan tűzszünetet kell kötni, és nem a mi tisztünk megmondani, hogy mi az igazságos béke Ukrajna számára, vagy az oroszok számára. Beszéljék meg, üljenek le, tárgyalják meg, döntsék el ők, nem a mi dolgunk. Viszont volt egy elég fontos találkozó, hogy lezárult az EU csúcs, elfogadták a budapesti nyilatkozatot. Ugye itt a háborúról és háború kérdésről is beszéltek, viszont a versenyképesség témája került inkább a középpontba. Mit gondoltok, hogy lehet értékelni eddig a magyar soros elnökséget? István. Szerintem ez a versenyképesség téma, ez egy nagyon fontos téma. Én örülök neki, hogy elfogadták ezt a nyilatkozatot, el is olvastam ott melegében, hogy mit írtak alá, és hát meglepve láttam, hogy itt tulajdonképpen az európai piacnak a megerősítése, szorosabbra vonása, az együttműködésnek a megerősítéséről van szó, tehát bizonyos szempontból szembe megy ezzel a szuverenista politikával, amit Orbán Viktor amúgy képviselni szokott. Hát egyrészt. A másik pedig az, hogy az nagyon jó, hogy Magyarország a versenyképesség európai elharcosa. Egy nagyon picike szépségpötty ezen a történeten, hogy mindeközben még tavalyhoz képest is két helyet csúsztunk vissza, és ezt a Magyar Nemzeti Banknak a listája. 19. vagyunk a 27 országból. Picit furcsa érzés számomra, hogy mi akarunk versenyképességet diktálni Európának, talán egy először... Mert így fogod föl, épp ezt mondom, hogy egy kicsit más megvilágításba helyeznéd azt, amit olvastál, akkor kiderülne, hogy egyáltalán nem áll szemben, vagy még csak nem is ingatja meg a semlegességről szóló, vagy a szuverenitásról szóló gondolatokat, mert semmiféle szuverenitás nem létezik, erős, versenyképes gazdaság nélkül. Hogyha
Abban fogunk össze 27-en Európai Uniós tagállamok, hogy hogyan tegyük mindegyikünk gazdaságát erősebbé, versenyképesebbé, az mindegyikünk szuverenitását erősíti. Ellenben, ha Brüsszelből olyan diktátumok jönnek, és olyan szankciókat akasztanak a nyakunkba, amelyek mindenkinek a versenyképességét gyengítik, rontják, akkor tulajdonképpen megágyaznak az amerikai, az Európai Egyesült Államoknak, hiszen egy csomó legyengült, legatyásodott ország kérni fogja, hogy valaki segítsen már rajta, valaki csináljon már valamit, mert így nem lehet élni. Úgyhogy nekem nem, hogy ellentétben nincsen, szerves része, szerves folyamánya, és nagyon örülök neki, én is ebben tökéletesen egyetértünk, hogy ebben egyetértésre lehetett jutni az európai vezetőkkel. Mert mindenki érzi most már a saját bőrén. Elég, ha csak egyetlen egyet mondunk, és az egy kicsit árnyalja, vagy visszautal arra is, amiről az imént beszéltünk, hogy a legfőbb célja a proxy háborúnak az az volt, hogy az orosz olcsó nyersanyagot és energiahordozókat leválasszák a nyugati fejlett technológiáról. Ennek a szimbolikus megnyilvánulása volt, amikor fölrobbant az északi gázvezeték. És mit értünk el vele? Energiabiztonság nincs Európában, négyszeres áron veszi az energiát egy német cég, mint egy amerikai, és három gyárat akar bezárni a Volkswagen. Ezt értük el vele. Ha ebben változás következik be, már pedig a versenyképesség javításánál ott ilyen pont is van, hogy visszaszerezni az energiabiztonságot, olcsó energiát szerezni, akár diverzifikáltan, nem muszáj az oroszoktól, ha van jobb lehetőség, akkor bizony-bizony ez a helyzet pozitív irányba megváltozik, és innen kezdve nyugodtan lehet arról beszélni, hogy nem kell az amerikai Deep State, vagy a Bogár László által nem létezőnek nevezett háttérhatalom érdekeit kiszolgálni Európában, hanem végre az európai polgárok érdekében lehet gazdaságpolitikát is csinálni. Ja, csak továbbra is az van a nyilatkozatban, hogy szorosabbra kell vonni, és úgy a hitelezésben, mind az iparfejlesztésben, technológiafejlesztésben, amiben nagyon nem állunk jól, tudásalapú társadalom, amiben mi állandóan nem, hogy előre, hanem hátrafele megyünk, mind-mind olyan dolgok fogalmazódnak meg, amit a Fidesz vagy nem csinál, vagy rosszul csinálja, vagy ellene politizál egyrészt. A másik pedig, amit említettél, az energiapolitika. Valóban egy teljes pont foglalkozik azzal, hogy mit is kellene tenni, mert hogy ha drága az energia, akkor drága a termelés, ergo a versenyképesség csökken, vagy nem tesz jót neki. De abban az szerepel, hogy a zöld politikát kell erősíteni. Melyiket? Azt a zöld politikát, azt, amelyeket a Fidesz nem azt szokta, a zöld politikát, amely bezárta. Szélerő művet nem lehetett építeni évekig. Európáról beszélünk. Azt a zöld politikát támogassuk, amelyik bezárta a német atomerőműveket, Franciaországból vesz átmenetileg atomerőművekben előállított elektromos energiát, mert hogy nem tudja kiegyensúlyozni a naperőművek és a szélerőművek olykor túltermelését, máskor meg nem termelését, következésképpen újraindította a lignit erőműveit, falvakat, templomokat dózeroltak el, hogy a maradék is lignitet még ki tudják szedni a földből, és ma hallottam, vagy tegnap, hogy gyakorlatilag 5 milliárd köbméterrel megnőtt a világ széndioxid termelése, mióta ez a méregzöld politika egyáltalán megjelent a színen. Oké, Otto, csak ezt beszél meg a politikai közösséged vezetőjével, mert hogy Orbán Viktor lobogtatja ezt a nyilatkozatot, hogy roppant büszke rá, és ő is alányítja. De azért mondom, hogy ez szerepel benne. Nem, zöld politika van. Van értelmes, normális, józan parasztészel fölfogott zöld politika. Minek ezzel a német sztorival? Semmi köze a budapesti nyilatkozat. De mi köze a budapesti nyilatkozat? A német sztori egy őrültség, Magyarországon viszont pozitív példák vannak. Alig van olyan Európai Uniós tagország, ahol az elmúlt években akkorát nőtt volna a kis vagy a nagyobb kapacitású naperőművek száma, mint Magyarországon. Ez kétségtelen, de azért, mert szó sincs arról, hogy Magyarország nem folytatna zöld politikát, vagy ne akarna zöld átállást Magyarország. Csak mindenki tudja, hogyha nem süt a nap,
akkor cseszheted a naperőművet, olyankor vagy be kell indítani a gázerőművet, vagy kell rendelkezni olyan kapacitású atomerőművel, amelyik ezt a kiegyensúlyozást elvégzi. Okay. Ezért épül Paks 2, úgyhogy nekem te nem mondd azt, hogy Magyarország nem akar zöld politikát, Magyarország akar zöld politikát. Az, ami Németországban ezt zajlott, te elvitatkozom magadra, ökörség. Csak én nem mondtam ilyen. A gazdasági együttműködés... Egy pillanat csak, ezt ne hagyjuk ma itt a levegőbe lógni, mert úgy tűnik, mintha én mondtam volna, amit Otto mondott. Én nem mondtam ilyet. Én nem mondtam azt, hogy Magyarország nem akar zöld politikát. Azt mondtam, hogy ebben a nyilatkozatban a energetikai résznél a zöld politika is megjelenik, nagyon erős elemként. És ezt Orbán Viktor is alá. De ha mást értünk alatta, akkor, az akkor itt most elvitatkozgatunk. De ne vitatkozunk. Mint hogy azt fogadd el, hogy én azt a zöld politikát tartom helyesnek, és legyen is benne a nyilatkozatban, amelyik csökkenti a károsanyagkibocsátást, csökkenti a fosszilis energiák mennyiségét, de nem állatmódjára, hanem észre. Oké, hajrá, halleluja, csak, és tényleg csak annyit, hogy... ez a növekedés, hogy Magyarországon most egy ilyen látványos kiugrás valóban, de mondom azért, mert a bázisérték volt rettenetesen alacsony. A bázisérték meg egy ostoba politikai kommunikációs cél miatt volt, mert a Paks 2-nek a nyomorult propagandisztikus nyomatása miatt nem tudta a nyomorult propagandisztikus ellenszélben, amelyik, mondom még egyszer, bezárta a német atomerőműveket. Igen. A gazdasági semlegesség. A gazdasági, még itt maradjunk egy kicsit itt, a gazdasági semlegesség kérdése, illetve ez a most elfogadott versenyképességi nyilatkozat hogyan függ össze, hogyan lehet így a jövőben ezzel a kettő dologgal dolgozni, a EU és hazánk számára. Otto. Hát én nagyon bízom abban, hogy megint csak visszatérve az amerikai választásokra, kiment az ideológiai támogatás az Európai Unió elitje mögül, gyakorlatilag ki fog menni a gazdasági támogatás is, mert abban igaza van Istvánnak, hogy Trumpot aztán nem fog érdekelni Európa semmilyen érdeke, ő neki Amerika az első, és ő úgy fog gazdaságpolitikát csinálni, hogy pont magasról tesz arra, hogy Európában mi van. Ugyanakkor lehet jó üzleteket kötni, és én azt várom igazából Európában is, hogy befejezik végre Magyarország ideológiai alapú politikai zsarolását, vegzálását mindenféle piszticsári ügyben, jogállamisági, meg hetes cikkely, meg demokrácia összeomlott már 23-adjára, meg én nem tudom micsoda, hanem üljenek le, azt találják ki, hogy valóban mi a jó az Európai Unió tagállamainak egyenként, mert ha azt összeadom, az jó lesz egész Európának. Ugye ott úgy fogalmaztál, hogy reménykedsz abban, hogy az Európának jót fog tenni, meg reménykedek abban, hogy egyszer majd megértem, hogy mi az a gazdasági semlegesség. Abban a globalizált világban, amiben élünk, az ilyen rettenetesen elcsépelt valami, de tényleg erről van szó. Tehát nincsen, hogy gazdasági semlegesség. És már meghallgattam Orbán Viktort is, már mindenki meghallgattam. Na most mit nem értettél abból, hogyha nem veszik meg nyugaton, adjuk el keleten? Ebből mit nem lehet érteni? Meghallgattam az összes fideszes politikus, doktor miniszterelnök úrral az élen. Csak hogyha ránézünk a magyar gazdasági mutatókra, akkor azt látjuk, hogy a keleti nyitás eredményeként hát nem olyan túl jelentős kereskedelem, és nem olyan túl jelentős összegek jelentek meg a magyar portfólióban. Továbbra is Németország, továbbra is Nyugat-Európa, továbbra is az Amerikai Egyesült Államok a főpartner, és ezek a üzbég és nem tudom milyen türk sztorik, meg inkább csak ilyen folklorisztikus szépségpöttyök. Tehát, most hogy, túl korán beszélgetünk. Szerintem nem telik bele egy év, és csak pislogni fogsz. Hát ott olyan gyakorlatilag a harmadik, kétharmad óta csak pislogok, úgyhogy igazából nagy változás nem lesz. Nagy törést az életedben, de az a helyzet, hogy ennek a folyamatnak úgy egyébként, ha nem adsz elég időt, hogy beérjen, akkor persze lehet azt mondani, hogy semmi értelme a keleti nyitásnak. De ehhez csak egyetlen apró momentumot szeretnék hozzátenni. Mindazok, akik Magyarországot például azzal vádolják, hogy a kínai gazdaságnak elvtelenül jóval nagyobb teret biztosít, mint amennyit az európai szövetségesek elvárnának, szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy Orbán Viktor előtt az összes valamire való európai gazdaság vezetője kijárt Kínában, és a maga kis díljeit megkötötte. És utána, amikor Magyarország is részt akart ebben venni, akkor meg elkezdtek hőbörögni, hogy hát ez micsoda dolog a diktátorra, meg a nem tudom kicsodával szóba állni. Szóval nem ilyen fekete-fehér ez a történet, de még egyszer mondom, az általad sorolt keleti országokkal való kereskedelem, de ugyanaz érvényes, mint nálunk a napelemekre, hogy borzasztó kicsi volt a bázis, nagyon alulról kellett kezdeni,
és majd amikor megnő, akkor pedig el kell majd fogadni. Tudom, lám-lám, mégis. Tudom, jövőre jó lesz, jövőre már jobb lesz, ezt a rendszerváltás előtt is, mint hogy hallottam volna, és most valahol egy nagy Márton felsírt bennem. Tehát, hogy mindig-mindig valami jobb lesz, és mindig-mindig-mindig. Legyen igazad, most én is el tudom kezdeni azon, hogy a tudományos minden szarizmus szerint meg minden rossz, minden egyre rosszabb, itt élni se lehet, itt levegőt se lehet kapni, innen csak el lehet menni. Ez mivel különb? Ezt nem tudom, de Orbán Viktor küldte el. Nem küldte el, azt mondta neki, hogy menjetek oda, az gyertek vissza, és akkor megbeszéljük, hogy mit tapasztaltatok. Nem úgy küldte el, mint ahogy a Hőbörd elküldte annak, hogy el lehet itt menni. Hát ő meg a cégeknek mondta, akik nem akartak adót fizetni, de semmi probléma. Még utoljára szednék egyet ide, hogy ugye beszéltünk itt, hogy jövőre Otto szerint meg fogsz majd lepődni. Még megjelentek a plakátok is az utcákon, hogy 2025 lesz, hogy a gazdaság újra fellendül, Magyarország újra talpra áll. Plakátipar számára ti, mindenképpen azt már látjuk. Ti hogy látjátok ezt? Mennyire fog ténylegesen fellendülni 2025-re a gazdaság? Most mit lehet látni ebből? De hát én nem babokra mondom azt, amit mondok. Hát, pontosan az energia gazdaság diversifikáció miatt egy csomó ilyen türk országban lévő gáz, olaj, meg egyéb lelőhelyet próbálunk kihasználni, és új útvonalakat szerezni, amelyeken be tud jönni az olcsó energia. Annak ellentételezéseként nyilván mi is fogunk oda küldeni dolgokat. Tehát egyszerűen bele van kódolva a jövőbe ez a típusú emelkedés. De zárója bezárva, ez csak egy kis eleme az egész történetnek, hogy Isten segítsük a semleges gazdaságpolitika megértésében. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a konnektivitás, ez is egy új szó, ezt is érdemes ízlelgetni, jegyében mindenkivel a lehető legjobb feltételek mellett, kölcsönösen előnyös feltételek mellett üzletelni kell. Ideológia alapon, hogy szerintem a kínai elnök, az diktátor, azt akkor engem nem érdekel Kína, ez a legstupidabb, leghülyébb hozzáállás. És ugyanígy azt is el kellene felejteni Európa egészének, hogy amit Amerikában mondanak, vagy diktálnak, annak úgy kell lennie. Nem kell úgy lennie. Csak akkor, hogyha az amerikainak is jó, meg Európának is jó, vagy Magyarországnak is jó. És akkor így van nyugati is, van keleti is, ettől semleges. Nem attól, hogy valamelyik nincs. Azok a bejelentett intézkedések, amelyeknek egy része ugye szerepel a nemzeti konzultáció. Kitöltötted már is? Ugyanúgy, mint az eddigi összeset, igen. Szóval, hogy azok az intézkedésekben én nem látom azt a flow. Szóval azért, amit a belvárosba hívtatok, és akkor egy önmagával ragadott itt a belpestiség. Szóval, hogy nem látom azt az erőt és azt a lehetőséget, hogy ez nagyot lökne a magyar gazdaságon, ahhoz képest, ahogy most botladozik. Tehát az ilyen nagyon-nagyon egy lábra támaszkodó gazdaságok, azok mindig veszélyben vannak, és ugye a magyar gazdaság az meglehetősen ilyen. Most éppen az akkumulátorgyártás és ugye az autógyártás, de a kettő nyilván együtt is. Hogyha ott valami gond történik, akkor azt mi sokkal jobban megérezzük, mint egy nyitottabb, vagy másként működő, összetettebb gazdaság. Az uniós pénzek is hiányoznak, az is szemmel látható, és a fogyasztás az beállt a földbe. Tehát a magyar választópolgárok, a magyar polgárok egyszerűen nem akarnak vásárolni. Ennek nagyon sok összetevője van, de látom, hogy erre nem lesz idő elmondani. Úgyhogy ezen mindenki gondolkozzon, házi feladat. Milyen összetevői vannak annak, hogy a magyar fogyasztás beállt a földbe? Szóval hogy a lényeg az, hogy szerintem nem lesz ez annyira sikersztori. El fog indulni a gazdaság nyilvánvalóan, hiszen most padló, de szerintem az nem fog összejönni, amit tervez a kormány. Utolsó témánkra már csak pár perc maradt, viszont nagyon fontos, hogy az EU csúcs lezárultával és a budapesti nyilatkozat elfogadásával párhuzamosan Hollandiában a migránsok által elkövetett antiszemita támadások keltettek aggodalmat. Mit gondoltok, milyen hatással lehetnek ez a migrációs politikára, illetve európai vezetőknek a tovább gondolkodására migrációról? Ugye ez elég súlyos felvételeket is láthattunk ezekről, ahogy ezekről az antiszemita támadásokról. Mit gondoltok, mi lesz a hatása? Hát is semmi aggasztó, hogy kezd mindennapossá válni. Tehát amikor mi itt beszélgetünk, aznap is lecsuktak vagy 100 embert, és a rendőrség oszlatta föl az iszlamista antiszemita tüntetést. És hogyha még ezt hozzáveszünk, hogy Hamburgban a kalifátusért ordítoznak, Allahu Akbart kiabálva, és ott is
elképesztő arányban, mértékben megnőttek a erőszakos bűncselekmények szerte az országban. Most legutóbbi, amin én egyszerűen ledöbbentem, hogy levágta a kalóz kezét baltával, mert a jegyet merte kérni a migránstól a kalóz a vonaton. Szóval ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek, hát hogy is mondjam, csak el kell, hogy gondolkodtassák az összes olyan országnak a polgárait, ahol ez a dolog már szinte kezelhetetlen. És ha a polgárok elgondolkodnak, akkor előbb-utóbb a politikusoknak is el kell gondolkodniuk, mert például a tartományi választásokon az AfD a betiltani szándékozott, oly gyűlölt, leszélsőségesezett, lefasisztázott AfD azért tudott olyan eredményeket elérni, mert ő legalább foglalkozott az embereknek ezekkel a problémáival. Úgyhogy onnan kezdve hirtelen, érdekes módon a kancellár úr is lezárta a német határokat. De már későn, mert azóta elég volt egy amerikai választás, hogy a jelzőlámpa koalíció úgy, ahogy van, eltűnjön a színről. Úgyhogy hát nem tudom, hogy mi lesz, de egy biztos, hogy így nem marad semmi, ahogy most van. Hát amit láttunk, az elfogadhatatlan és rettenetes. Nem véletlenül mondták a hollandok azt, hogy ez valóban a legrosszabb náci időket és ilyen pogromokat idézett, mert ugye taxisok szervezték a interneten, itt-ott csaptak le, megkérdezték az embereket, hogy milyen állampolgárok, és hogyha izraeliek vallották magukat, akkor abban a pillanatban elkezdték őket. Hát én megint vadásztak rá. Zsidó vadászat, igen, egészen egy szörnyű. Igen, egy vadászat indult a civilek ellen, tehát ez egészen elfogadhatatlan és elképesztő. És sokan hibáztatják a rendőrséget, de ilyennel szemben nem nagyon tudnak mit tenni. Nem arról van szó, hogy van egy tömeg, és akkor megindul valahol, és akkor a rendőrségen fellép, hanem tényleg ilyen össze-vissza, egyik utca se, akkor másik téren. Azok a felvételek, amiket láttunk, az egészen elkeserítő és elborzasztó. És ugye az egész történet meg nem csak a migrációra megy vissza, hanem az izraeli-palesztin és az izrael most jelenlegi háborújára, aminek nagyon úgy tűnik, hogy soha az életben nem lesz vége, és soha nem lesz megoldása. Én nem tudom elképzelni egyszerűen, hogy ott valahogy is béke szülessen, vagy normális béke, hosszú távú béke szülessen, és amíg az sincs rendezve, addig ez, amit látunk, ez sajnos elő fog fordulni. Azért mindennaposnak nem mondanám, most valóban volt, de ugye az egyik tüntetés jött a másikból, mert az egész úgy kezdődött, és aztán jött az ellenreakció, aztán a vadászat, és utána megint egy palesztinpárti tüntetés. Ezek szerencsére nem ilyenek a hétköznapok Németországban sem, de az kétségtelen, hogy Hollandiában sem, hogy egyre több probléma van, és ezt most sem látják. Nem véletlenül erősödött meg Európában a szuverenista vagy a szélső jobb oldal. Teljesen természetes az, hogyha a kultúrák együttéléséből folyamatos konfliktusok vannak, akkor ott azt fogják mondani az emberek, hogy jártam Németországban egy kisvárosban, ott volt szállásunk, foci meccsen voltunk, és ez mellette van, és ez egy kisváros német, viszonylag több százezeres. És mentünk haza a meccs után, ugye vonattal mentünk, és olyan volt, mintha valahol, én nem tudom melyik, de minimum Törökországban sétálnánk éjszaka. Egészen megdöbbentő volt ezt látni, és nem azért, mert hogy én úristen is mekkora izé vagyok, borsodiként még akár lehetnék is, tudod, de nem, hanem abba gondoltam bele, hogy egy német polgár ugyanezt hogy élheti meg, hogy nem egy utca, nem kettő, nem mer lemenni, hanem gyakorlatilag az egész város átalakul. Nem mer lemenni. De nem volt semmi probléma, tehát nem volt nekünk sem volt semmi problémánk, csak maga az, hogy ennyire átalakul a világot, az például nagyon nehéz lett feldolgozni. Persze. Szóval én azt gondolom, hogy ahova eljutott a migráció, a legális és az illegális is, mert a legális migráció is ugye a németeknél úgy kezdődött, hogy azzal előbb vagy utóbb valamit kell kezdeni a nyugati politikának. Először volt ez az Uber PC, hogy meg se lehetett említeni. Ha valaki szóba hozta, akkor kirúgták a munkáját, teljesen őrült világ volt. De a politika azért, most ez vagy jó, vagy rossz olyan, hogy elindul a polgároknak az igényei felé. Szerintem valamit, valamiként fogják kezdeni. Egy dolgot még nagyon szeretnék ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy melyik jelentésben jelent meg először ez a mondat, egyébként nyilván innen diktálták a hazai ellenzék soraiból, de benne van a tavaras jelentésben is már, meg a Der Moszkva, meg a nem tudom milyen jelentésekben, hogy Magyarországon szélső jobboldali militáns antiszemita csoportok grasszálnak az utcán. Baromi gyorsan húzzák. Otto, István, köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, önöktől pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a mai adásban is, jövő héten ismét jelentkezünk, én Móna Márk voltam, viszont hallásra, viszontlátásra!